Kétszeri halasztás után ideális körülmények között vághattak neki a 32. Balaton áthúzás résztvevői a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5200 méteres tárnak. Ahogy az már szokás, a több mint 7000-es mezőnyben most is akadtak különös próbálkozók. Egy csapat, Búvár például arra vállalkozott, hogy nem átúszszák, hanem a víz alatt sétálva teljesítik a távot. Hosszú csorokban kígyózva várták az úszók már reggel a Révfülöpi móló mellett a rajtot. Ahogy lenni szokott a várakozók között, most is sok ismert arcot lehetett látni. Körülbelül 2 héttel ezelőtt találtam ki, hogy átúszom a Balatont, amikor már sokszor elhalasztották, akkor nyílt meg a lehetőség, mert pont külföldön voltam, amikor az első alkalom lett volna, és le is mondtam róla. Koko első alkalommal vágott neki a Révfülöp Balatonboglár távnak, de a mezőny jó része már gyakorlottabb versenyző volt. 5-5-ször vágott neki. Először 7 éve történt, akkor 56 ámultam. Az idei átúszást az időjárás miatt csak harmadszorra sikerült megrendezni. Át kell szervezni 2 alkalommal is, ugye át kellett szervezni a szervezői stábot, hogy mozgósítani azokat az embereket, akik nekünk együttműködnek, de hát egy olyan megszokott régi csapat van, aki ebben szívesen részt vesznek és szívesen is jöttek. Közel 1500-2000 ember dolgozik a mai napon. Sokan jöttek azért, hogy a teljesítményükkel felhívják egy-egy ügyre a figyelmet. A várva várt alapítvány sem titkolta, hogy ilyen céllal vágtak neki a távnak. Alapítványunknak az a célja, hogy minél több rászoruló terhes anyukának segítsünk, és amikor olyan helyzet adódik, akkor örökbefogadásban, örökbeadásban is közvetítünk és segítünk, és ezzel a megmozdulással is szeretnénk népszerűsíteni az alapítványnak a céljait. Balatonbogláron a célban is jó hangulat volt, folyamatosan érkeztek az úszók, akik az utolsó pár száz métert sétálva tehették meg. Már 23-szor átúztam a Balaton. Most nem a legjobb idő sikerült, de hát azért meg vagyok magammal elégedve. A Balaton legnagyobb tömegsport rendezvényeként is emlegetett átúszáson 7258-an teljesítették az 5200 méteres távot.